Ha az ember a keleti pályaudvarhoz jön, akkor érdemes egy ilyen alapfelszereltséget, egy kis feles vodkát magadnál tartani, aprót, meg ilyeneket, mert hogyha ezeket így odaadod, akkor talán békén hagynak később. Ahogy ígértem, egészségedre! Megérkeztünk a keleti pályaudvarhoz, ami Budapest egyik legforgalmasabb csomópontja, és hát Budapest kapuja. Legalábbis mondhatni, hogy Budapest kapuja, aki ide érkezik az ország bizonyos részeiből, az ezt látja először a városból, nem a parlamentet, nem a Deák teret, nem az óriás kereket, nem a hősök terét, hanem ezt a csodát, ami itt van. És nagyon durva, hogy egyébként nagyon sok pénzt pumpáltak ebbe a környékbe. Itt van a 4-es metró, ami tök jó, tök modern, az épületnek az egyik homlokzat részét is felújították, ami gyönyörű, visszaállt az eredeti állapotába. Egyébként megtudtam, hogy régen volt előtte medence, és csodájára jártak a keleti pályaudvarnak. Hát most nem a csodájára járunk a keleti pályaudvarnak, hanem ez ilyen átszaladós része a városnak, hogy az ember itt kiszáll valami járműből, és azonnal átszalad a következő járműhöz, hogy véletlenül se találkozzon össze senkivel, aki pénzt kér, vagy vetetni akar egy doboz cigit, vagy felest, vagy esetleg drogot akar eladni, vagy a saját testét, mert olyannal is találkozik itt rendszeresen az ember. Szóval kemény vidék ez. Úgyhogy ez ilyen átrohanós, ilyen teleport kapus része a városnak, hogy minél gyorsabban túl legyünk rajta. Furcsa szokásom, hogy a város minden részén megpróbálok valami pozitívat, valami személyes történetet felhozni, akkor is, hogyha a pokol maga nyílik meg alattunk. Hát nekem itt a keletinél azért vannak ilyen kedves emlékeim, mert általában itt a keleti mögötti parkolóban szoktam találkozni vasárnap reggelenként egy haverommal, akivel egyébként együtt szoktam néha-néha templomba járni, úgyhogy ez egy ilyen találkozási pont, és itt meg szoktunk inni reggel egy kávét, dumálunk egy kicsit, és akkor utána megyünk kocsival tovább. Illetve amikor az egyik legjobb barátaimékhoz megyek Pényes Litkére, akkor innen szokott vinni az Oscar. Azt vettük észre, hogy a keleti pályaudvar környékén, és ezt mindenkinek jó tanácsként mondom, aki ide keveredik valami miatt, hogy folyamatos mozgásban kell lenni. Úgyhogy az ember nem mozog, és akár 10 másodpercre így megáll egy helyben, rágyújt, iszik egy kort narancslevet vagy valamit, akkor azonnal oda gyűlnek köré azok, akik valamit akarnak tőle nagyon, vagy pedig, ahogy korábban láthattuk az úriembertől, valami egészen elképesztő személyes történetet hallgathatunk végig, amire hát illik reagálni, meg egyébként addig nem is nagyon hagynak békén, amíg az ember nem szomorkodik velük együtt, és nem vesznek itt valamit a végén. Ilyen takaros kis lak. Nézd meg kérlek, itt azért van rendszer, hogyha jobban megnézed. Beágyazott, mielőtt elindult otthonról. Külön gyűjti a szemetet, ha jól látom, akkor oda a papírt, oda pedig a műanyagot. Mondjuk lenne egy 15-16 éves lányod, és azt mondaná, hogy apa, el akarok menni az Arena Plázába, moziba, akkor elengednéd el, úgyhogy tudod, hogy mondjuk este 7-8 óra környékén a keleti pályaudvarnál kell leszállnia, hogy elérje az Arena Plázát, majd ide is kell visszajönnie utána. Miért akar minden hajléktalan, aki ide jön, meggyőzni arról, hogy valójában ő 4 nyelven beszél, 2 gyereket tart el, és egyébként nem is alkoholista, csak azért alszik az utcán, mert ilyen kedve van. Körülbelül fél órát töltöttünk a keleti pályaudvarnál, és hát azt kell mondanom, hogy sokat tanultunk belőle, mind jobb emberek lettünk. És hogyha számokban is ki akarjuk ezt fejezni, akkor én konkrétan úgy körülbelül 2000 forinttal lettem szegényebb. Úgyhogy hát, hogy is fogalmazzak szépen, kiszolgáltuk a helyiek igényeit. És ami másik egy ilyen nagyon fontos, egy ilyen furcsa érzés kerített hatalmába, hogy ilyen undorító, gusztustalan mocskosnak érzem magam. És tényleg fél óra volt az egész, és igyekeztem nem hozzáérni semmihez és senkihez, és mégis. Nagyon sok részén ezt tapasztaljuk Budapestnek. Itt is az van, hogy egyszerűen kár érte. Az a brutális, hogy ez a hotel k***a jól néz ki. Ezt most húzták fel nemrég, és elképzelem azt, hogy ide jön a külföldi, nagy reményekkel kivesz egy szobát ebben a hotelben, ami egyébként biztos, hogy belülről full extrás, meg tök jó, de kilépsz a kapun, és ezt látod, és minden nap ide kell hazajönnöd.